és a tűzijáték. Sodor szigetén minden mozdony györül az arató ünnepnek. Legjobban azonban a kövér ellenőr aratási tűzijátékát várják. A kövér ellenőr beszél Thomas-szal és James-szel. James, te hozod el a rakétákat a raktárból? James boldog volt. Thomas viszont cseppet sem örült. Én akartam a rakétákért menni, méltatlankodott. A kövér ellenőr engem választott, mert én piros vagyok és gyors, mint egy rakéta. James büszkén pöfögött keresztül a vidéken. Legokosabb, legjobb, tudorázta. És remekül érezte magát. Thomas még akkor is bosszús volt, amikor a rendező pályaudvarra ért. Az ördögbe, James-el! Dobogta, és mérgesen taszigálta a vagonokat. James izgatottan ért a raktárhoz. A vagonok már vártak rá, biztonságosan telepakolva tűzijátékkal. James-re rákapcsolták az értékes rakományt, és ő boldogan elbefogott. Thomas morcosan lökte helyére az utolsó vagont, a vagonok pedig örültek, hogy túl vannak a tologatáson. James vidáman befogott a sineken. A tűzijáték járt az eszébe. Elképzelte a szikra esőt, villanást és hulló csillagot. Amikor hirtelen csikorogva megállt. Kiukadt a kazán, segítséget kell hívnom, mondta a mozdonyvezető. Thomas épp akkor pöfögött vissza a Knepfordi állomásra, amikor Gordon mozdonyutasai kiszálltak. Az egész szigetről érkeztek gyerekek és felnőttek, hogy megnézzék a tűzijátékot. Amikor Thomas meglátta a gyerekeket, jobb kedvre derült. A kövér ellenőr azonban gondterheltnek látszott. James elakadt, mondta. El kell menned érte, Thomas, és ide kell hoznod. Különben le kell fújnom a tűzijátékot. Jaj, ne! Kiáltotta Thomas. A gyerekek nagyon szomorúak lennének. De már is James segítségére indult. Thomas végig robogott a sineken. Világított a fényszórója, de tudta, hogy így is óvatosnak kell lennie. Szegény James-re. Szia, lyukas kazánú! Ugratta barátját. Most nem tűnsz éppen túl hasznosnak. James bosszús volt. Thomas a szerelvény végére állt, ezért nem látott előre. Neked kell figyelned helyettem, mondta. Nos, duzzogott James. Azt nem akarta, hogy a gyerekek szomorkodjanak. Inkább beleegyezett, hogy figyel Thomas helyett, és elindultak. Ahol a pálya egyenes volt és szabad, James azt kiáltotta. Gyorsabban! És Thomas gyorsított. Nagyszerűen dolgoztak együtt, és remekül haladtak. A kövér ellenőr az órájára nézett. Thomas és James még mindig nem volt sehol. Nagyon késő van, gondolta. A gyerekeknek mindjárt le kell feküdniük. Még Gordon is aggódott. A tűzijáték sajnos elmarad, mondta a kövér ellenőr. Így aztán a csalódott gyerekek elkezdtek felszállni a kocsikba. Thomas
Thomas és James végre megpillantotta a szemafort. Sajnos piros volt. A két mozdony megállt. Miért piros a szemafor? Talán egy személyszállító vonat jön, fentette Thomas. Biztosan, Gordon. Viszik haza a gyerekeket, síránkozott James. A két mozdony nagyon elszomorodott. Itt vagyunk, kiabálták, és fütyültek, amilyen hangosan csak tudtak, de senki sem hallotta őket. Beszálltak a kocsikba, és Gordon készen állt az indulásra. Ekkor Thomasnak remek ötlete támadt. Lőjön fel egy rakétát, mondta a mozdonyvezetőnek. Így aztán a mozdonyvezető óvatos. Elszágoldott az égre, aztán 1000 apró csillag hullott alá. Egy szikrázó sárkány, kiáltotta a kövér ellenőr. Ez csak is Thomas és James lehet. Várj, Gordon, szólt a mozdonynak, mégis megtartjuk a tűzijátékot. A szemafor zöldre váltott, Thomas és James pedig folytathatta útját. Az állomásra értek. A gyerekek éjjel esztek. Szép munka volt, Thomas, lelkendezett James. Szép munka volt, James, hagyta helyben Thomas. Mindketten jól dolgoztatok, dicsérte meg őket a kövér ellenőr. Aznap éjjel Thomas és James együtt nézte a tűzijátékot. Azt hiszem, mindketten hasznos mozdonyok vagyunk, mondta James büszkén. De a leghasznosabbak akkor vagyunk, amikor együtt dolgozunk, többfentette Thomas.